A nemzetközi koronavírus válság sajátos bűnözési formákat hívott életre vagy erősített föl világszerte az utóbbi időszakban. Ezekre figyelmeztet az Interpol. Az egyik ilyen tipikus eset a már régebbről is ismert telefonos csalás. Az embereket figyelmeztetni kell arra, hogyha valaki felhívja őket, és mondjuk elmond egy történetet a rokonairól. Ez például a telefonos csalás új formája, amely jelenségként nem teljesen új, mert már régebbről ismerhetjük. Korábban kifejezetten az idős embereket célozták meg. Most olyan telefonhívásokat lehet kapni, hogy valaki úgy tesz, mintha kórházi dolgozó lenne, a történet pedig a következő. Egy rokon beteg lett, és pénzre van szüksége orvosi kezeléshez, mesélte Jürgen Stock. Az Interpol munkatársa az Euronews-nak adott interjúban beszélt arról, hogy milyen összetett és szerteágazó munkát folytatnak. Ez nagy munka megterhelést jelent, és akkor még nem beszéltem az embercsempészetről, a kábítószerkereskedelemről, a gyermekek kizsákmányolásáról. A rendőrségeknek fontossági sorrendet kell felállítaniuk. Nagyon fontos az olyan platformok használata, mint az Interpol, hogy ezen keresztül összehangoljuk a tevékenységünket, és megosszunk releváns információkat. Mert a nemzetközi bűnözés, a nemzetközi terrorizmus és a kiberbűnözés kihasználja a helyzetet. És ezért az Interpol globális platformja döntő jelentőségű. És az, hogy a lehető legjobban kezeljük a helyzetet, hatékony módon a rendelkezésre álló erőforrásokkal, hangsúlyozta a szakértő. Egyre több hamis gyógyászati termékkel kereskednek világszerte, főleg az interneten.